Jó napot kívánok! Sinkovics Csilla vagyok, a Hunyadi János Általános Iskolában Csantavéren tanítok matematikát. A mai órán oszthatósággal fogunk foglalkozni, megnézzük, hogy mikor osztható egy szám 3-mal, illetve 9-szer. Jó, 3-mal való oszthatósággal kezdjünk. Nézzük meg, hogy osztható-e minden szám 3-mal. 33, 180, 54, 102, 523. Jó, nézzük végig mindegyiket. A 33 osztva 3-mal, az 11. Maradék ugye nincs. 180-at, ha elosztunk 3-mal, akkor 60-at kapunk. 54-et, ha osztunk 3-mal, az 18, 102-t, ha osztunk 3-mal, az 34, és az 523-at, ha elosztjuk 3-mal, az 174, de van egy maradékunk, tehát akkor ez az 523, ez nem osztható 3-mal. Jó, azaz megállapíthatjuk, hogy csak a 33, a 180, az 54, és a 102 számok oszthatóak 3-mal. Ha már van oszthatósági szabály 3-ra, akkor nyilván kellene valamit kiagyalni, hogy mi az, ami közös ezekben a számokban, és mitől tudjuk eldönteni, hogy egy szám osztható-e 3-mal, vagy nem. Az előzőekben megtanultuk a 2-vel, az 5-tel, a 4-gyel, a 25-tel való oszthatóságot. Ugye a 2-vel akkor, ha páros, hát ez a 3-ra nem vonatkozhat. Ugye eleve van egy 33-asunk, ami páratlan, és van 180, ami páros, tehát, és mind a 2 látjuk osztható 3-mal. Aztán a 4-gyel és a 25-tel való oszthatóságnál ugye a kétjegyű végződéseknek kell, hogy osztható legyen 3-mal. A 33 és az 54 az rendben van, de a 180-nál a 80 ugye nem osztható 3-mal, tehát ez sem jó, azaz az előzőekben tanult szabályok nem alkalmazhatóak a 3-ra. Valami újat kellene kitalálni, vagy találni. Nem kell kitalálnunk, azt már kitalálták okos emberek, csak kitalálnunk. Nézzük meg! A 33-nál a 3 plusz 3 az 6, azaz a két számjegynek az összege 6. A 180-nál az 1, a 8 és a 0 9-et ad. Az 54-nél a két számjegy összege az 5-ös és a 4-es szintén 9-et ad. A 102-nél az 1, a 0 és a 2 3-at. Az 523-nál az 5, a 2 és a 3 az 10-et. Az előzőekben megnéztük, hogy ez az első 4 szám, ez bizony maradék nélkül osztható 3-mal, míg az 523-nál van egy maradék. Azaz megállapíthatjuk a szabályt, hogy egy természetes szám akkor osztható 3-mal, hogyha a számjegyeinek az összege osztható 3-mal. Tehát ugye itt a 33-nál a 6-os osztható 3-mal, a 180-nál a 9 osztható 3-mal, az 54-nél a 9 osztható 3-mal, a 102-nél a 3 is osztható 3-mal. Ugye ezeket az összegeket viszonylag könnyedén el tudjuk osztani 3-mal, tehát sokkal egyszerűbb eldönteni, hogy osztható-e vagy nem egy szám 3-mal. Mivel a következő a 9-es, itt is nézzünk számokat, hogy osztható-e minden szám 9-el. 711, 81, na erről ugye ránézésre tudjuk, hogy ez osztható, 524, 450, a 450-nél is ugye tudjuk ránézésre, hogy az osztható 9-el, és 9927. Nézzük őket külön-külön. A 711, ha elosztjuk 9-el, az 79-et ad.
a 81 ugye 9-9, 524, ha 9 elosztjuk, az 58, de van maradékunk, ugye azért van oda leírva, a 450 beszéltük, ugye 9-5-ben, a 9927 pedig 1103-szor 9. Ha ugye a 3-mal való oszthatóságnál tanuljuk a 9-el való oszthatóságot is, akkor lehet, hogy ugyanaz a szabály rá, mint a 3-asra. Úgyhogy nézzük meg, hogy valóban esetleg a számjegyek összege ugyanazt adja-e. Azaz 7 meg 1 meg 1, az 9. 8 meg 1, az 9. 524, 5, 2 meg 4, az 11. 4, 5 és 0, az megint 9. 9, 9, 2 és 7, az pedig 27. Az első 2, az 9, és a 450-nek is, ugye a számjegyeinek az összege 9, ez osztható 9-el. A 9927-nél a számjegyek összege 27, az is osztható 9-el. Az 524-nél a számjegyek összege 11, és láttuk is az előbb, hogyha az 524-et elosztjuk 9-el, akkor kapunk maradékot, tehát ő nem osztható maradék nélkül 9-el. Akkor viszont nagyon jó, mert ugyanaz a szabály, mint a 3-assal való oszthatóságnál, azaz egy természetes szám osztható 9-el, hogyha a számjegyeinek összege is osztható 9-el. Jó? Nézzünk hozzá feladatot a 3-mal és a 9-el való oszthatóságra. Nézzük meg, hogy az 521 csillagszám mikor osztható 9-el. Azaz, a csillag helyére keressünk olyan számokat, amik igazzá teszik ezt a kijelentést, tehát, hogy az 521 csillag osztható lesz 9-el. Egyetlen egy számjegyet írhatunk oda, ugye ez vagy a 0, vagy az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ek közül bármelyik. Az előzőekben láttuk, hogy akkor osztható egy szám 9-el, hogyha a számjegyek összege osztható 9-el. Azaz 5 plusz 2 plusz 1 plusz valamennyi. És majd ezt fogjuk kitalálni, hogy ide mi megy, mert ugye ez a csillag helye. Azaz 5 meg 2, 7, meg 1 az 8, plusz a csillag. Azaz a csillag helyén lévő szám. Az első olyan szám, ami osztható 9-el, az a 9. A 8-hoz mennyit adjunk, hogy 9 legyen? Hát természetesen 1-et. Tehát akkor a csillag helyére beírhatjuk az 1-est. A 8-hoz mennyit adjunk, hogy a következőt elérjük a 9-es után, ami ugye a következő osztható 9-el, az a 18-as lesz. A 8-hoz tehát 10-et kellene adnunk, vagyis kell adnunk, hogy 18-at kapjunk, ez viszont nekünk már nem jó, mert két számjegyből áll a 10-es, mi a csillag helyére csak egy számjegyet írhatunk, tehát ennek a feladatnak egy megoldása van, azaz az 1-es, és hogyha leellenőrizzük, akkor az 5211 osztható 9-el, mert 5 meg 2 az 7, meg 1 az 8, meg 1 az 9, és ugye valóban teljesül a szabály, hogyha a számjegyek összege osztható 9-el, akkor ugye a szám is osztható, ezt most rátok bízom, hogy kiszámoljátok, hányszor van meg a 9 az 5211-ben. Jó, nézzük meg ugyanezt a 3-asra. Tehát 3 legyen osztója az 5210 valahánynak. Ugye megint a csillag helyére írjunk számokat. Nézzük meg, hogy mely számok írhatóak oda. Ezt most letörlöm. Jó. A szabály ugyanaz. Az 5, meg 2, meg 1, meg csillag számjegyek összegének
oszthatónak kell lenni 3-mal, azaz 8 plusz a csillag osztható legyen 3-mal. A 8-as után az első olyan szám, ami osztható 3-mal, az a 9, azaz a 8-hoz 1-et adjunk, hogy 9-et kapjunk, tehát az 1 az jó lesz. A következő szám a 9-es után a 12, ami osztható 3-mal. A 8-hoz mennyit kell adni, hogy 12-t kapjunk? Ugye 4-et, tehát akkor ez is megfelelő lesz. A következő ilyen szám a 15. 8-hoz mennyit adjunk, hogy 15 legyen? Ez lesz ugye a 7. 8 meg 7 az 15, tehát 7. A következő pedig a 18-as, azaz a 8-hoz mennyit adjunk, hogy 18 legyen? Hát ugye ugyanaz, amit itt az előbb letöröltem, 10-et kell adnunk, viszont ez már nem megfelelő, mert két számjegyet kellene a csillag helyére írni, és az ugye már nem lehet. Tehát nincs több ilyen számunk, ugye ez nem jó. Azaz a csillag helyére vagy 1-est, vagy 4-est, vagy 7-est kell írnunk, ahhoz, hogy ez a szám osztható legyen 3-mal. Azaz 3 különböző számot kapunk ebben az esetben, az 5211-et, az 5214-et, és az 5217-et. Azt meg, hogy tényleg hányszor van meg benne, és valóban osztható-e, azt rátok bízom, hogy leellenőrizzétek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mára ennyi volt.